Szerencs város vezetése, valamint a Szerencsi Művelődési Központ és könyvtár vezetői és dolgozói minden korosztályra gondolnak, amikor programokat szerveznek. Idén május utolsó vasárnapján megünneplik a településen élő legkisebbeket. Ez alkalommal a gyermeknap egy kedves kis állathoz, a nyúlhoz kapcsolódik, és az ő kedvessége, ügyessége, örökmozgósága köré szervezik az egész napos vidám eseményt. A kicsiknek változatos, ügyességi, logikus gondolkodást és kreativitást igénylő, és persze szórakoztató programokkal készülnek a szervezők. Én a gyereknapot úgy gondolom, és úgy terveztük a kollégáimmal együtt, hogy gyermeknap a neve, de biztatom a gyermekeket, hogy nyugodtan hozzák el a szülőket, fogunk rájuk vigyázni, külön kialakítunk majd egy szülővigyázó helyet, nem fognak eltűnni a szülők, addig még a gyermekek jól érzik magukat. Mindenképpen szeretném elmondani, hogy ennek az idei gyereknapnak a kabala állata a nyuszi. Az a nyuszi, aki eszes, okos, ügyes, örökmozgó. Úgyhogy a gyerekeket ilyen programokkal várjuk. Egyrészt szükség lesz az eszességükre, másrészt pedig az ügyességükre. Lesznek sportos feladatok, illetve olyan titkos helyekre is eljuthatnak a várkertbe, ahol valamit meg kell keresni, valamit elő kell bányászni, kreatívkodhatnak, kézműves foglalkozásokon is várjuk a gyerekeket. Természetesen nyuszit lehet készíteni, a kisebbek pedig megkereshetik a nyuszi farkincáját. Nem a húsvéti nyúlra vagyunk kíváncsiak, hanem arra az örök mozgó nyuszira, amelyik minden gyermekben szerintem ott lapul. Nem tud megülni a fenekén, nem tud egy helyben maradni, mindig kíváncsi, és a kíváncsisága hajtja. Ugyanakkor okos, eszes, kreatív, túl tud járni még a nagyobb állatoknak is az eszén. A népmesékben a nyuszi mindig is ennek volt az attribútuma, annak a gyermeki mindent is tudok, és mindenre is kíváncsi vagyok. Úgyhogy mi ezért választottuk a nyuszit, és kérek is minden gyereket, hogy amikor jönnek, akkor hozzanak magukkal egy nyuszit. Nekem már itt a kezemben van kettő, az egyik folti, a másik tappancs. Ők már a héten szolgálatban vannak, és várják majd a többi nyuszit. Ugyanis szeretnénk létrehozni a nyuladalmat. A nyuladalom az nem más, mint ahol sok nyúl együtt van. Úgyhogy mindenkit várunk, hogyha szétnéz otthon, és talál egy játéknyuszit, azt hozza el, és talán még egy szépségversenyt is hirdetünk a sok-sok nyuszi között. A szervezők nagy szeretettel és izgalmas programokkal, rendőrök által összeállított akadálypályával, a tűzoltók jóvoltából pedig habpartival várják a Szerencsi és Ondi gyerekeket. Kedves gyerekek, azért a szülőket se felejtsétek otthon, nekik is készülnek finomságokkal a Szerencsi Művelődési Központ és könyvtár dolgozói.